Sziasztok! Faragjuk ki ezt a Jurassic-os Halloween-i tököt. Gondoltam, összedobok egy videót, és őt fogom kifaragni belőle. Én minden évben szoktam ilyen tököt faragni, azok eddig így sikerültek. A Spinót már egyszer megpróbáltam, hát nem járt valami nagy siker, úgyhogy nézzük ezt, hogy fog sikerülni. Kellenek nekünk majd filcek, amivel felrajzoljuk a mintát, mert ugye először az a legelső lépés, utána pedig kés fog nekünk kelleni, hihetetlen módon, amivel ugye kifaragjuk a tököt, szép modern kés, illetve én ajánlom nektek a rajszögeket is, ugyanis miután megrajzoljátok rá a mintát, én ajánlom, hogy körbe szurkáljátok magát a körvonalat, és utána vágjátok ki. Én most ezt nem fogom megtenni, csak vágni fogom. Legelőször ugye fel kell rajzolnunk majd a mintát, nem fogom az egészet fölvenni, mert az egy kurva hosszú videó lenne, és nem olyan jó minőségű még a kamerám sajnos, visszatérek majd, hogyha fel lesz rá rajzolva. Nos, ilyen lett maga a rajz, és a minta, amit ki fog faragni. Hát kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni, ugye mindig a lyukakkal kezdjétek, hogyha ugye csontvázat akartok faragni. Itt értem ugye a szemgödrére, illetve az orr gödrére, ugyanis nyilván, mivel utána, hogyha már a körvonal ki van faragva és az ott áll, akkor az nagyon könnyen letörik. A lényeg a tetejével, hogy mindig körbevágjátok a tetejét, és ne egyenesen egy vonalba, mert akkor nagyon kicsi lesz a kép, ugye maga, amivel dolgoztok, illetve ugye bele is vághattok magába a karikába. Úgyhogy mindig a tetejével. Aztán kell nekünk egy kanál, nyilván kikanalazzuk a belsőségeket, vagy a kezetekkel, szerintek, hogy ezt eldönthetitek, illetve egy tál fog nekünk kelleni, amiből ugye a sok szemetet tesszük, aztán visszatérek, hogyha ki lesz faragva. Hát, ilyen lett maga a faragás. Nem a legszebb, de nem is annyira rossz, ugye nyilván sötétben. Ez érdekes, hogy néz ki. Hát megjut vele eléggé a bajom, ugyanis nagyon sok helyen eltört, itt a kezénél letört, tehát ezt vissza kellett ragasztanom, illetve a taraját is ragasztóval oldottam meg, mert letört. A tök, amit használtam, rossz minőségű volt, ugyanis belül így letört. Én nem is láttam még ilyet, pedig már sokszor faragtam. Szóval érdekes, a Spino egyébként így néz ki mellette. Hát ő azért jobb, mint maga a faragás, de ugye éjszaka, vagyis sötétben lesz a lényeg, hogy hogy néz ki gyertyafénnyel, úgyhogy ezt mindjárt meg is nézzük. Nagyon kíváncsi vagyok, úgy biztos jobban fog mutatni, mint így. Ilyen a tökünk este, vagyis sötétben, hát sokkal jobban néz ki, mint ugye napfényben, de sajnos nem annyira tökéletes, a kezénél látszik ugye a törés, illetve a tarajánál is, de hogyha azt leszámítjuk, szerintem egy egész jó kis tök lett. Ugye az a lényeg, hogy a lyukak, tehát a szemgödre, az orra, az látszik, és ez kurva jól néz ki szerintem. A fogai is eszméletlen jól sikerültek. Talán az eddigi ilyen tökfaragások közül a fogak most sikerültek a legjobban. Ez tényleg jó. Remélem meghoztam a kedveteket, vagy esetleg ti is szoktatok ilyen Jurassic-os tököt faragni. Én ezt nagyon szeretem, ez nekem egy nagyon jó kis élmény egyébként. Tényleg nagyon jó, kár, hogy Magyarországon nem elterjedt a Halloween, pedig ez egy marha jó ünnep szerintem. Úgyhogy boldog Halloween-t és jó tökfaragást kívánok mindenkinek. Ez volt a Jurassic Lore Hungary, és annyi voltam. Remélem élveztétek ezt a kis szokatlan, speciális különkiadást. Sziasztok! Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.